Jó reggel, fél tíz van. Sziasztok! Megint nagy kert felé megyek. Ennek az oka, hogy a Viktorom gumiáira el kell menni. Ígéret szép, szóval betartják úgy jó. És úgy egyeztük meg, hogy az ő kis reklamációja, meg az én kis akkumulátoros adóságom összeadva pont kiadja azt az összeget, amennyire egy jó kis hátsó Minion DHR gumit kap. Úgyhogy elmegyek azért. Viszont bánom, hogy nem hoztam erősebb kesztyűt, mert most hideg van. De későbbre meg 12-16 fokot mondanak. Holnap látjuk. Na, a külső megvan, iránya másik céghez megszerezni az adaptert, meg kell egy hátra is, ugyanolyan, mint amit legutóbb vettem. Aztán majd megmutatom nektek alkalmattán, milyen tárcsám lett. Na, meg lett, amiért jöttem, ez kell majd hátra is. Oké, 180, de ez tökéletes lesz. Na, srácok, meg is jött az első címem, míg beszélgettem. És ez a Cashburger Mester, 35 percet kaptam rá, hát nagyon remélem, hogy hamarabb odaérek. Ez majd kiderül, mennyire vagy ügyetlen. Gondolkozom, hogy ez merre menjek. Jó.
Szió! Meg lett az étel, eljöttem gyaloglás. Gyalog. Mert itt bemegyek a Baros. A Bordás Balázsra. Vagy hogy mondják ezt? Balázs Bélára, bocsánat. És a Bordás máshol. És azon megyek végig, mert a Haller 32-be megyek. Per 34. Ha megkérdezitek, miért erre jöttem, egyszerűen nem volt kedvem a Halleren menni. A Halleren mesterem menni. Hát most így jobb. Kényelmes ebben. Néha a legrövidebb út a legrosszabb. Ah, megint építkeznek? Nem bírnak magukkal. Ezért megint nem érintkezel, mert idegbajst teszek. Érintkezel. 11:44-kor átadtam az első címet. Várom a következőt. Remélem, hamar jön. Ó, nem is meg. Nem is tudok az át. Kire? Nem érzik, hogy tudok eljutni. És megint nem érzékel. Becsuk. Nincs földszint, vagy mi van? Ezzel mi van? Nem egy kapkodó idegbeteg. Pedig hallottam is, hogy váltogatja, hogy megnyomozik. Hát gyerekek, érdekes, most kaptam egy címet. Humus Point Veselényi utca. Nem kapkodtuk el. Úgyhogy muszáj lekerülnöm erre. Ezt tessék, látjátok? Tessék, itt kell megállni. Megkaptam az ételt, és a Rákóczi út 42-be viszem, vagyis át a Veselényin, és a Klauzál. Bár tényleg nem is kell ebben a Klauzál, hogy most jutott eszembe. Egyszerűbb menni a ízméten. Oh.
Egy hős. Egy donor. Azt hittük, siet. Ezért kár volt. Nagyon jó volt. Furajmáz is működik, átadták, úgy néz ki a Blaha nagy részét. És megjöttem, ezen egy önkettő. Kihez megyek, az a kérdés. Megérkeztem. Ebbe sincs súlya. Oh, automatika. Megvan az ét. Ét átadtam, és a következő az a rózamóza, amit a Rózsa utca 84-be fogok elvinni. Jaj, de rossz. Itt vagyok. Szia! Az ételt átvettem, és a Rózsa 84-be viszem, vagyis itt végigmegyek ezen a Vörös Martin, és ott akkor egy kicsit gyalogok Szandiból. Így van közel, mert a Rózsán nem lehet fölfele halni. Merészelsz menni, vagy nem merészelsz? És meg vagyok kiülve. Jó emberünk nem adott meg izét, bemondja nekem egyesével a számokat, a kódot. Átadtam, itt se szeretném sűrűn takarítani. Ez volt a... Hallá, hanyadik címem volt? Harmadik címem. És jön a következő, akár felétkezni, ahol úgy is menni akartam. Juhé! Itt vagyok, mondtam én. Sziasztok! Van az étel is irány a Mária utca, ki lehet? Mi vártam a kajára, megint lett egy adag sörkrumplém. Már csak a tofu kérem el. Belemorzsolni és no. Sokkal nagyobb a krumplit adnak, mint a nekibe. És olcsóbban. Lassan ezt is átadják teljesen. Hé, és ott a kilenc. Itt vagyok. Tadadám. Itt vagyok. Átadtam az ételt, és most átadom a pocaknak a krumplit.
Az is kell. 12:53-kor raktam le a negyedik címemet. Egyetek, megjött a következő címem. A panírbe gyárok. És megint. Gyönyörű időnk van, azt nézzük. Napsütés. Hát nem szép. És itt vagyok. Szia. De még nincs kész. Miért is lenne? Bejövök ma most már igen, csak eltelt az idő. Ahogy sejtettem. Elfelejtették megnyomni a gombot, mint mindig. Hát igen. 4 percem maradt, hogy kivigyem az ételt. Hála ennek az egésznek. Jó, sokat nem kések. Mindjárt ott vagyok. Mindjárt ott vagyok. Így mi? Akkor ide jövök. Átadtam a címet, és van egy következő, ami a... Ez az ételt adtam, hát nem a címet, bocsánat. És ez pedig lenne az Albi Döner, amit elviszek a Práter utca 56-ba. Csit. Megvan az étel, és akkor Práter utca 56. És itt vagyok. Ne vidd be a kerékpár. Látottam. Milyen jó ide 14. emeleten. Van kilátás. Nem is kicsi? Hát. Igen. Oszt lesétek. Az igen, de jó a kilátás. Na. Ez már de finger doli. Csúcs. Jaj, fönn kéne lenni ágyen. Úgy nézem, hogy ennek az ebédnek így annyi. 20 perce semmi nem történik. Ez a bolond rendszer. Most mégiscsak szólt, hogy van egy cím. Hát nem hiszitek el. Látjátok, hogy vagyok, Práter 56-ban vagyok. Hol? És Pesti Pipi keleti, 17 perc alatt. Majd azt a Peterdi utca 37-be tegyem le. Hát, jó. Csak minden erőszakon. Úgy. Nagyon nehéz ez az olvasás dolog, ugye? Pár pillanaton belül ott vagyok. És... Sziasztok! Itt vagyok. Tom.
átadtam az ételt. Szerintem 14-11-kor, igen. Megjött a következő cím, és lehet, hogy az utolsó, meglátjuk, hogy ott leraktam, akkor fogok kikapni. Ez pedig a Döner Kebab Express Hungária, ami a Tököli út sarkán van. Szerintem az lesz a legjobb, ha átmegyek a parkon, és akkor majd a legvégén ki a Tököli, de nem akarok a Tököli menni, nem muszáj. Levegőjét kell nyújtózni. Jó kis gravelú. Hoppá! Gyönyörű idő van. A hegyen kéne lenni és róni lefelé az utat. Kár, hogy holnap elvileg szakad az eső. Na még egy kicsit szélem. Az árnyék volt. Szia! Margit, menjél! Mi van veled? Alszoltál? Lulli-lulli-lulli! Na mi van? Gyere, nyomjad! 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 Megjöttem! Meg is kaptam, és nincs is messze. Az István mezei út innen. Ha elfogadsz egy talácsot, kolléga, ahol 20 följebb a nyergedet. Túl alacsonyan ülsz. Főleg azért tudom, mert a talp közepén tekersz. Szívesen. Meg még egy tanács, a jövőben, ha tudsz, vegyél kemény talpú cipőt, aminek nem hajlik a lábfél. Sokkal kényelmesebb lesz tekerni. Kemény talpú cipőt. Mint egy teniszcipő. Sokkal jobb, mint a puhában tekerni. Erősebb is leszel, gyorsabb is, és nem fog fájni úgy a lábad. Ma az én nap végén gondolom fáj a lábad. Jó. Northwave-nek vannak ilyenjei, meg az R2-nek. Nem túl drágán. Szia! Itt kéne majd átmennem. Mert később már nagyon nehéz. Szerencsére itt van is rá lehetőség. Onnan is lehet menni, de így egyszerű megy végig, mert bekanyarodsz, és ott vagy az István mezői kettőnél. Ez gyönyörű. Egyébként a hátsó ugyanaz, de nem ugyanaz az utca. Arra figyelni kell, ha itt a hosszú címe, nehogy itt bemenjetek a Cizárandrásba. A Cizárhoz sosem tudom menni, senki mondani. A Cizár. Mindig összekeverem a Cizárt a Cizárral, pedig nem ugyanaz. És a István mezei kettő az ott van. Itt is vagyok.
innen jobb jönni. Nyugodtan, nem kell zebrázni. Megjöttem. Hagyjam az ajtó előtt. Hát jó. Na. Nem hagyom, mit csak csöngetni kell. Olyan, mintha valaki figyel. És pedig de. Átadtam. 14:28-kor. Na, ez volt, és most megyek a dolgomra. Szerencsére, hogy van szembe bringa út, de mehetek visszafelé is, de nem akarok. Hanem itt. Lépcsőzök egy sort, és arra le. Bizony, mert lépcsőzni jó. Hát, jó lépcső tolvébb volt, de megpróbáltam. És... itt egy szép park, egy madárral. Na tehát, akkor köszi, hogy megnéztétek ezt a kis ebédemet. Most megyek haza. Sejtetem, nem fog úgy pörögni, mint a múlt hét, de azért reménykedtem, hogy hátha. Viszont ez is jó volt, ahhoz képest. Aztán most be kell mennem boltokba, muszáj. Ételt kell venni nekem, mindenféle, muszáj, enni is kell. Aztán surány haza. Várom, hogy mikor telepíthetem végre fel a Warzone 2-t. Ja. Hát te nagyon arényos vagy! Úgy vagy! Édes drága falat! Hát hogy van? Gyere, igen, ölej magad, azt köszönöm a pucikat! Nagyon cuki vagy! Meg vagyunk zabák, kéred a kesztyűt? Megeheted? Megeheted, neked megengedem. Meg kell zabálni. Te nagyon édes vagy ám. Jaj, meg ne zabáljál. Megeszel? Jó van, oké. Vigyázz, meg elkaplak. Én is megeszek. Azaz. Csocsálj nyugodtan. Meg kell zabálni. Nagyon aranyos.